Szőlőhegyen egy körtefa, tövin al, tövin al. Egyik abban ez a Jancsi csak úgy furuljal. Ma már senki sem vitathatja, hogy a zenetudós Karnagy a felvidéki magyar közösség egyik legnagyobb egyénisége volt. Tevékenysége, amint arról közeli jó barátja Koncsol László ír, Isten különös ajándéka az egyetemes magyar kultúrának. A múlt század 50-es éveinek elejétől több mint 16 ezer felvidéki magyar népdalt gyűjtött össze, ez pedig kivételesen nagy emberi teljesítmény. Ez a mi zenei anyanyelvünk, ebből táplálkozik Bartók Béla, Kodály Zoltán, az összes tanítványa a mai napig is. 7 évvel ezelőtt még apuka is ült ebben a fotelben. Hogyan, miként emlékszik vissza az édesapjára? Maga volt a legkisebb gyerek, a két nagyobbik fiú után apukának a kedvence volt, vagy erről ne beszéljünk? Töredelmesen be kell ismernem, hogy valóban így van, de hát viszonylag nagy volt a korkülönbség a két bátyámmal, és hát úgy nagyon, egyébként is örültek volna a harmadik, vagy örültek, de így, hogy kislány sikerült harmadik gyereknek, ez így kiváló volt. Amire én már vissza tudok emlékezni, ezek a galántai évek, tehát egy galántán, egy bérházban laktunk a bátyámmal, akkor még csak ketten voltunk, ugye, és az édesapám pedig Pozsonyba dolgozott. Se nem eső esik, se nem harmatózik, mégis az én gúbám két oldalról ázik. Ti Ák Tiborral együtt is gyűjtöttetek az ország különböző részeiben. Van még valami a társajodban? Áj, faluba kidobolták, hogy a szappant ne árulják, mert a lányok csalfák, a lábukat mossák a folyóba. Sztorinak mondom el, kölcsön kaptunk egy pár gumicsizmát, mert mi úgy a városiak félcipővel mentünk ki, és nyakig érő sár volt, még nem fagyott be. És hogy valahogy tudjunk járkálni a faluba, ide vagy oda, egy pár gumicsizmát kaptunk, amit hol én húztam fel, hol a Tibor húzott fel. Olyan személyiség volt, akit nem lehet senki máshoz, ami fölvidéki nemzeti közösségünkből hasonlítani, mert ő szenvedélyesen szerette a zenét, az embereket, a magyarságot. Én állítom, hogy nem csak a felvidéki magyar kultúrának, hanem az egyetemes magyar kultúrának is nagy-nagy hozadéka volt. Már csak azért is, mert ő a Magyar Tudományos Akadémia zenei osztályának is tagja volt. Hogy ezt meg tudtam tenni, hogy olyan barátságba tudtam, barátságot találtam az egyszerű falusi embereknél, az csak annak köszönhetem, aki ott fent igazgatja az embereket és az egész világot, tehát a jó Istennek. Mindenkinek ajánlom, hogy énekeljen minél többet, mert az utókor csak akkor fog tudni énekelni, hogyha mi is, a szülők, nagyszülők is énekelünk. A temetésen nem tudtam megszólalni. Utána kerestem csak fel a Erzsikét, és mondta, hogy a Tibor is nagyon ragaszkodott hozzá. Most is átcsuklik a hangom. Nagy ember volt, nagy elbetűvel. Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, könyörüljén lelkemen.